Prológus. Felvezető beszélgetések előadásainkhoz, meghívott vendégeinkkel. Katona József könyvtár, egy életen át. Köszöntöm a hallgatókat a Katona József könyvtár podcast műsorában. Vámos Tibor vagyok, a Katona József könyvtár tájékoztató könyvtárosa. Mai vendégem Farkas Attila Márton, kulturális antropológus, egyiptológus, publicista. Noha a felsoroltak közül már nem mindent gyakorol permanensen, vagy van, amit már egyáltalán nem, majd erről is beszélni fogunk. Szélesebb körben famként ismerjük, és sokszor fogalmaz úgy, hogy amikor értelmiségi volt, mégis nagyon sok olyan fórum van, ahol megjelenik vagy alkot, és most személyesen köszönthetem a podcast műsorunkban, a Katona József könyvtárban köszöntöm. Én is. Jó estét, szép estét, köszönöm a meghívást. Ha már szóba került a FAM becenév, ez nem egy gúnynév, ez egy mozaik szó. Azt szeretném megkérdezni, hogy aki esetleg nem tudja, annak elmesélné a FAM eredetét? Hát ez egyszerű, Farkas Attila Márton rövidítés, ez csak annyi, hogy a kezdőbetűk. Amikor elkezdtem politikai publicisztikákat írni, még egy azóta, sőt már évek óta megszűnt oldalon, indimedia.hu-nak hívták, akkor én egyszerűen egy idő után lusta voltam odaírni, hogy Farkas Attila Márton, és csak a kezdőbetűket írtam, hogy FAM. Mert mások is ezt csinálták. És akkor így lettem FAM. És akkor elkezdtek FAM-nak szólítani. Nekem először ez fura volt, mert vagy Attilának, vagy Marcinak szólítottak. De aztán egy idő után megszoktam, és mára már kifejezetten megszerettem. Pont azért, mert jó semleges olyan. Az Attila, Márton, Marci, ez inkább így gyerekkor, meg régi, meg... Mert egyébként mind a két keresztnevemet használom óvodáskorom óta. Összességében hogyan definiálná a tevékenységét? Hát ugye tanítok egy főiskolán, a Puzsér Robi barátommal csináljuk az Apu azért iszik, mert sírsz ilyen kocsmai talkshow-t, és mellette pedig hát írogatok mindenféle elvon dolgokról, például buddhista filozófiáról, de már másról is. Eszéista vagyok. Eszéista, így van, tehát nem vagyok egyiptológus, mert nem művelem, nem vagyok, bár van ilyen témájú írásom is, meg könyvem is, nem vagyok kulturális antropológus, mert nem vagyok a terepmunkán, és nem kutatok, nem művelek már társadalomtudományt, egy időben volt ilyen jellegű tevékenységem is. Én a buddhista főiskolán tanítok, és alapvetően egy eszéistának tartom magam, egy gondolkodó embernek és eszéistának. A mai napon buddhizmus témájában tartott nekünk előadást. Ha már vallás, akkor feltenném azt a kérdést, hogy honnan ered a vallások iránti nyitottsága és érdeklődése? Egészen pici korom óta érdekelt. A történelem is, és a vallás is. A történelem már kevésbé, a vallások iránti érdeklődés is leszűkült. Inkább azt mondanám, hogy az ilyen titkok, meg misztikum, meg érzékfeletti halállal való szembesülés, ezek az úgynevezett élet nagy kérdései, amelyek folyamatosan foglalkoztatnak. És én azt a szót szoktam erre használni, hogy spiritualitás. Tehát nem azt mondom, hogy vallás. Persze évtizedeken keresztül megismertem pár vallást, és tanítok is róluk, meg stb. De ami igazán érdekel, ez a bizonyos spiritualitás, ami egy pici átfedésben van a vallással, de egy jóval kisebb halmaz. De maga a vallás, persze a vallás, filozófia, történelem, az gyerekkorom óta érdekel. Lehet, hogy túl személyes kérdés, abszolút nem muszáj rá válaszolni, de milyen kapcsolata van ma a vallással vagy vallásokkal? Legyen szó értelmiségi aspektusból, vagy magánember, hit, vallás, gyakorlás? Hát ugye itt a buddhizmusról szóló előadásomat azzal fejeztem be, hogyha a buddhizmus az itt nyugaton, ne adj Isten, a mesterséges intelligenciának lenne a vallás, akkor részem a buddhizmus kuka. Én a buddhizmust mindig magamhoz nagyon-nagyon közel álló szabadság filozófiának tekintettem. Én nagyon, az intellektuális érdeklődés most is megvan bennem, a spirituális válaszai is közel állnak hozzám, ha jól értelmezem azokat a válaszokat, de igazából a kereszténységet sose tagadtam meg.
Tehát kulturálisan például katolikus vagyok. Mit értek az alatt, hogy kulturálisan katolikus? Tehát bemegyek egy misére, az nekem gyönyörű, szép, és olykor katartikus. Tehát esztétikai élményt nyújt, érzelmi élményt nyújt. Úgy sose voltam buddhista, hogy ilyen színes keleti szobrok előtt leborulgattam meg. Tiszteletből részt vettem ilyen szertartásokon, de az nekem egy idegen, egy egzotikum, egy nem más. A buddhizmus inkább filozófia volt mindig is, számomra, miközben pont ma mondtam, hogy nem filozófia az eredeti buddhizmus, hanem egy komoly spirituális praxis. Itt most eldől számomra, hogy az tényleg egy praxis számomra is. A kereszténység az meg hát annak az etikája, meg a kultúrája az mindig is. Ehhez a kettőhöz, a buddhizmushoz és a kereszténységhez hosszú időn keresztül mélyen kötöttem. Az egyikhez inkább érzelmileg, a másikhoz inkább intellektuálisan. Ha nagyon kronológikus akarok lenni, akkor azt elmondhatom, hogy régészként kezdődött a pályafutása, majd egyiptológusként. Ugye ebből a korszakból származik a Filozófia előtti filozófia című kötete, amit Kákosi László tiszteletére írt, aki nem kisebb személy volt, mint a mentora. Ha már szóba került ez a korszak, akkor azt megkérdezném, hogy mi vezette az egyiptológiáig, milyen tényező? A vallás. Meg a Kákosi László professzoromnak, Isten nyugosztalja, könyvei. Tehát akkoriban még nagyon kevés dolog jelent meg magyarul, idegen nyelven rosszul olvastam, és akkor a Kákosi László könyveit, meg még voltak mások, de azért főleg az ő könyvei azok, amik fölkeltettek az érdeklődést, mert ez olyan egyiptomi vallás, hitvilág, az idővel kapcsolatos, meg az örökké valósággal kapcsolatos szemléletmód, azok a kérdések, amelyeknek egy részét aztán ebben a bizonyos filozófia előtti filozófia című munkámban meg is írtam. Ez még tulajdonképpen a buddhizmusnál egy régebbi érdeklődés. Noha a buddhista misszióhoz előbb jutottam el, mint az ELTE-re. Tehát az életpályámban a buddhizmus a régebbi, az igazi érdeklődés tekintve, az egyiptomi kultúra iránti érdeklődésem az utóbbi egy-két évtizedben jócskán megkopott. A már említett kötetben megfogalmazta, hogy az ókorra nem lehet rávetíteni magát ezt, hogy teológia. De az is kérdéses, hogy a vallást rá lehet-e vetíteni. Persze. De ennek a korszaknak nem volt meg ez az önreflexiója, ez későbbi korok szülték meg. Mégis feltenném azt a kérdést, hogy az ókori egyiptomi vallásnak van-e olyan eleme, ami mai értelmezés szerint tartalmaz olyan tant, tézist vagy eszmét, mint például a kereszténység vagy a buddhizmus spiritualizmusa. Tehát vannak ebben a mai értelemben vallási elemek. Igen. Hogy ne lennének, egy csomó ilyen van. Hát a test feltámadás, a tessék, a kereszténység, az a lélekképzetek, persze, tessék. Nem, a buddhizmustól nagyon távol áll. Tehát szerintem, ha van két nagyon különböző vallás, akkor az Ó-Egyiptom és a buddhizmus. Az Ó-Egyiptomi nagyon sok minden inkább a kereszténységhez hasonlít. Persze tele van mágikus elemmel, meg egy nagyon-nagyon cizellált, szofisztikált sok isten hit, de bizonyos alap hiedelmei, azok a kereszténységgel rokonítják. Nem volt ilyen fogalmuk, hogy religió, hogy vallás. Az egész kultúra egy egyetlen nagy szövedék volt, és nem volt külön tudomány, külön vallás, külön filozófia, külön ez az amaz. Ez egész olyan egységet képviselt, amelynek bizonyos aspektusait nevezzük ma mondjuk egyiptomi tudományosságnak. De nem volt külön matematika, vagy ilyesmi, hanem azok összeszervesültek az egyéb dolgokkal. Vagy külön orvostudomány és a mágia szétválasztatatlan, noha már koponyalékelést is csináltak. Tehát kiváló sebészek voltak, a mumifikálásról nem is beszélve, de elválasztatatlan a mágiától. Ahogy a vallásosságuk is elválaszthatatlan a mágiától, és elválaszthatatlan a tudományosságuktól, tehát nem voltak külön műfajok. Azok később jelennek meg a mi kultúránkban. Ugye a tankapuja buddhista főiskolában tanít, és alapító tag is. Milyen előzményei vannak ennek az alapításnak és tanításnak, ennek a szerepvállalásnak, és miért éppen a buddhizmus? Ennek röviden az a története, hogy a Kádár korszakban én nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, és rossz tanuló voltam. Éppen most posztoltam ki a Facebookon a következőt, hogy tanulni nem szeretsz, dolgozni nem tudsz, stricinek meg gyenge vagy. Idézett, apám 80-as évek eleje. És már több mint 1000-en lájkolták mindenkinek. Tetszett, nagyon vicces volt, és én baromi rosszul éreztem magam abban a közegben, és nem érdekelt semmi, és tök véletlenül találkoztam azzal, hogy buddhista missz.
meditáció. Igazából nem is a buddhizmus érdekelt, hanem hogy van olyan, ami nem az a szar, ami engem körülvesz. És akkor nekem az tényleg egy menedék volt. És voltak éppen azt a pályát folytatom máig. Az ELTE-re csak később mentem. Egyébként a régészetet nem fejeztem be. Egyiptológiára mentem, és kulturális antropológiára, amik B-szakok voltak akkoriban. Volt egy kis ház, meg volt egy tanya a bükkben, máig megvan. Ebből csírázott ki aztán, ebből a tulajdonképpen egy baráti, egy nagyon marginális kis értelmiségű baráti társaságból a tankapuja. Ez egy hosszú fejlődés volt, mire eljutottunk a főiskoláig, a meg alapítás, most már egy egész több intézményből álló rendszerről beszélünk. Én nem voltam végig folyamatosan benne ebbe az alapításba, tehát nem tanítottam ott egyfolytában, tehát amikor például az ELTE-re jártam, akkor nem tanítottam, akkor csak a baráti viszonyt ápoltam. Ugye tudomásom szerint még a buddhizmuson kívül az egzisztencializmus és a keresztény misztika áll önhöz a legközelebb. Van-e olyan pont, nyilván nem a szinkretizmusra gondolok, van-e olyan pont, ahol ez a három, most nagyon idézőjelben szellemi termék találkozott vagy találkozhat? Vagy milyen közös tulajdonságai vannak-e háromnak? Szabadság. Ez. A többi nem. Az egzisztencializmus ugye többféle. Ott is van vallásos és ateista, de hozzám az ateista egzisztencializmus is közel áll, de hogy mondjam, megtalálni a misztika elemeit benne. Tehát ha az ember olvassa például Maurice Merleau-Ponty-nak a észlelés fenomenológiáját, hát ez egy ateista misztika. A misztikában dettó, a buddhizmusban dettó, tehát a szabadság, a szellemnek a teljes szabadság. Azt hiszem, hogy röviden, aztán ezt most lehetne hosszan fejtegetni, de ez kvázi egy villáminterjú, én ezt tudnám a közös pontnak meghatározni. Ha valaki azt állítaná, hogy a buddhizmus nem vallás, mert hogy nem rendelkezik teofániával, vagyis Isten megjelenéssel, nincs határozott istenkép benne, hanem csak egy filozófia, mondhatni, hogy egy epikúreizmushoz vagy sztoicizmushoz hasonló irányzat, akkor milyen érvei lennének, vagy milyen reakciója lenne egy ilyen állításra? Ezt nem én állítom. Hát az, hogy ez nem igaz. Ez abszolút nem igaz. Tehát egyrészt ez már a korai buddhizmusra se volt igaz. Hogy mondjam, van a vallásnak egy olyan felfogása, Durkheim óta, hogy funkcionális felfogás, nem szubstantív, tehát nem csak azt tekintjük vallásnak, ahol Isten van, meg teremtés van, meg lélek van, meg túlvilág, hanem egy vallásként tud funkcionálni, akár egy politikai ideológia. Van papsága, van itt a erős hite, mitológiája, mártír, üdvtörténete, hát a bolsevizmusra teljesen passzol, a funkcionális értelmet vallásosság minden eleme. És egy csomó minden másra is. Ez kicsit egyébként egy tág értelmezés, a buddhizmus funkcionális értelemben mindenképpen vallás volt mindig is, de hát mindig volt benne misztikum, természet fölötti, tehát akik azt mondják, hát vegyük akkor a pálikánont, meg az anátmant, meg a szkandatant, elemekből állunk, és akkor ilyen redukcionista filozófiaként próbálják eladni. Hát a pálikánon is tele van ezekkel, csodaképességekkel, átmegy a falon, meg vizen jár, meg ilyesmik. Amit persze lehet azt mondani, jó, hát azok csak allegóriák, vagy szimbólumok, vagy mit tudom, de akkor is ott vannak. Tehát már a legősibb buddhista szövegekben vannak abszolút vallási elemek. Tehát ez teofánia, hát vannak olyan meditációk, ugye számos, hát aztán főleg a késői buddhizmusban, ahol megjelennek istenségek. Jó, azt a tudat alkotja aztán meg, mert ez mindig valahol a tudat áll a buddhizmus középpontjában, tehát akkor is életre kelt. És azok tényleg megjelennek, vannak benne. Meg a misztikának számos eleme megtalálható benne, ami nagyon hasonló a nyugati misztikára. Sok buddhista mondja, hogy nem, de azok csak azért mondják, mert a buddhista identitással együtt jár, hogy elkülönítsék magukat más vallásoktól. Amit egyébként szégyenteljesnek tartok. Intellektuálisan nem erkölcsileg. Van egy jelenség, ahol tetten érhető a szinkretizmus, ugye már említettem ezt a szót is. Ez az egyre terjedő ezotéria, ahol megjelenik a napisten, az angyalok a kereszténységből, meg a buddhai bölcseletek. Hát a New Age-ről van szó, nem? A New Age, hogy hogyan lehetne tisztába tenni ezt a jelenséget, vagy mi a megfelelő reakció? Hát egyetlen módon az ember elkezd olvasni könyveket. Na jó, nem akármilyeneket, mondjuk szakirodalmat. Tehát most mondok egy példát, írnak a buddhizmusról ezt-azt tamaszt, New Age-es könyvek, meg ilyen ártudományos könyvek, mindegyek a kvantumhalandzsák, a buddha és a részecske gyorsító, meg mit tudom én mi, meg tradicionalisták, stb. Tehát ez a legegyszerűbb, hogy az ember utána néz, hogy a buddhista szövegek maguk mit mondanak. És akkor ne hagyj Isten a buddhizmust, kutató szakembereknek a könyveit is, ők is tévedhetnek persze, de azért a tiszta önkénynek, meg a gagyinak, meg a tudományos tévedésnek azért van egy különbsége, azért nem ugyanaz. Tehát,
nem ugyanaz. Az egyik információgazdagabb, a másik meg, hát amit éppen hasonló. Nekem abszolút az ateizmussal semmi gondom nincs, én magam is nagy Albert Camus rajongó vagyok, viszont van ennek egy szélsőséges formája, a militáns ateizmus. Most legyen szó hagyományos ateizmusról, legyen szó a szélsőségéről, a buddhizmusnak milyen érvei, vagy a buddhizmus képviselőinek milyen érvei vannak erre a jelenségre? Nem tudok róla, hogy foglalkoznának ezzel, fogalmam nincs. Hát jó, itt van a Dalai Láma, meg vannak ilyen buddhista figurák, akik járják a világot, és akkor, hogyha leülnek más vallásoknak, ez ilyen vallásközi párbeszédnek nevezik, hát akkor hát a béke, meg a tolerancia, meg a mit tudom, ezek a dumák mennek. Na ez az a terület, ami engem sose foglalkoztatott. Gondolom azért kérdezi, mert hogy nekem voltak ilyen csatáim a úgynevezett militáns ateistákkal, azt nem buddhistaként tettem. Szó nincs róla, semmi köze nem volt. Ha ateista lennék, még nagyobb csatáim lettek volna velük. Én amúgy agnosztikus vagyok. Persze. Agnosztikus vagyok. Nekem intellektuális problémáim voltak, nem az ateistákkal, vagy az ateizmussal van bajom. Ezt mindig el is szoktam mondani. És nem csak Albert Camus a kedve, hát egy halomat, Schopenhauer, Ludwig Wittgenstein, az említett Maurice Merleau-Ponty, és meg sorolhatnám. Ez semmi bajom az ateizmussal, tehát, hanem ezzel az ostobasággal. Az ostobasággal, az állatér. Amikor valaki nem legalább egyetlen vallástörténeti könyvet olvasson már el, csak egyet, szakmunkát. Azt se tudja, miről beszél. Ezzel van bajom. Igen, pont erre voltam kíváncsi, hogy mindig az agnosztikus álláspontból ismerhettük meg a véleményét. Ezzel mondjuk abszolút nincs is probléma, tehát miért is kellene pont a buddhizmusnak ilyen markáns véleménnyel rendelkeznie? Ugye a buddhizmus az a nyugati világban egyre inkább terjed. Lehet, hogy vannak kiüresedett változatai is, de a nyugati világban egyre többen fordulnak a keleti vallások felé. Mi az, ami emögött meghúzódik? Hát a kereszténység haldoklása, a kulturális haldoklása. Ez egy hosszú folyamat, ez megvolt már az antik világban. Mi történt a késő antik világban? A késő antik világban az történt, hogy kiüresedtek az állami hivatalos vallások, formalizálódtak, a hatalomnak a puszta intézményeivé váltak, mit tudom, a Jupiter szentély, vagy a Vesta szüzek, vagy a ezzel, stb. Mi történt? Megszaporodott a szkeptikus filozófia, tehát az istenek nem is léteznek, tehát az akkori ateizmusnak megfelelő, az epikűreizmus, a szkeptikusok, stb. És aztán egy spirituális vákum keletkezett, és beáramlottak keletről a misztérium vallások, és meghódították az egész római birodalmat, majd abból kiemelkedett a kereszténység, aztán legyalulta az egészet. Tulajdonképpen itt most mi történik? Kiüresedett a hagyományos egyházi intézményrendszer, formalizmus, stb. Próbál megújulni persze, de látjuk, hogy egy hosszú, most már 300 éves haldokláson megy át, akkor fölerősödött a 19.-20. században a szkepticizmus, ateizmus, materializmus, stb. Majd a 19. század végétől jött a spirituális vákum, megjelentek az ilyen, az akkori ezoterika, mit tudom én, a teozófia, meg ezek, és akkor ennek révén keletről bejöttek mint a római, csak azok a közel-keletről jöttek be, ezek meg a távolabbi keletről, de végül is a funkciójuk ugyanaz, tehát bejött ez az orientalizmus. Nem az orientalisztika, tehát nem a tudományról beszélek, az orientalizmus, mint látásmód, hogy keleten ott még tudják, amit mi már elfelejtettünk. Ez már egy ókori toposz, ez már Jamblikos szó szerint ezt mondta, csak ő nem nyugatit írt, hanem hellént, de az akkori nyugatinak megfelelője, de keleten még tudják az ősi titkos bölcsességet. Egyrészt a francokat tudják, másrészt meg viszont hát fölvirágzott azért ezeknek az ősi kultúráknak a kutatása, és azért ez meg sok mindent hozott magával. Így van, amit meg én is foglalkozom vele, hogyne, persze. Tehát ez egy ilyen hosszan tartó szerves folyamat. Az meg, hogy de miért gyengült meg, hát ugye annak társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági, hát sok oka van. Hogy Hamvas Béla Szijjanti a szakrájából idézzek, ugye azt írta, hogy Európa mindig brakman nélkül maradt. Tehát, hogy inkább a lovagi harcos kaszt volt a jellemző, ugye ez a bellató rész, hogyha így európai viszonylatban mérjük, hogy lehet-e ez az oka egyébként annak, hogy inkább a keleti vallások felé fordulnak? Magyarán, most ezt a hamvasi szép, ugye a indiai varna rendszert átteszi ilyen kozmikus szintre, a tradicionalista kertebe ezt csinálják, hogy ilyen metaforaként használjuk azt, hogy brahmana, meg satria, meg mit tudom én, micsoda. Én is szoktam egyébként, inkább viccesen, de mindegy. És akkor az az állítása, hogy itt nem volt igazán szellemi koszt. Nem
tudod, igaz, ez. Egyrészt ez nem igaz, vagy Japánra inkább, tehát ott tényleg azért a szamurájok, mint tudom, mint erősebb, ez a harcosi valami. Európára azért ez nem igaz. Tulajdonképpen ezzel azt mondja, hogy mi mindig is pogányok maradtunk. Végül is. Én természetimádok akármi. A germán népekre ez igaz. Ezért olyan gyenge ott a kereszténység. A reformációban dőlt az egész, de egy pillanat alatt, anélkül, hogy ott tényleg a katolikus egyház bármit is kavart volna, mindig is egy más volt, Skandinávián meg ezeket. Most meg ez a reformkereszténység, LMBTQ egyház, meg mindent. Na ők tényleg mindig pogányok maradtak. Mindig. Tehát ezek mindig. És ez az eredmény. De hogy ez a latin térségre is igaz lenne, szerintem nem. Résztegesen. Két könyvet emelnék ki buddhizmus témájában, ez a céljainkon túl és a spiritus. Ezek viszonylag új könyvek. Kérhetnénk-e esetleg ajánlásokat a két kötetről? Hát a céljainkon túlt, azt az első esszé miatt, azt nem olyan rég írtam, és azt hiszem, hogy életem legőszintébb írása. Tehát az aztán tényleg a megélt tapasztalat, az ironikus ellenhatásról szól, és annak révén ágazok el ilyen mindenféle misztikus, tehát aki szereti az ilyet, az élvezni fogja irányba. És ráadásul egy általánkönyvként van megírva, de az egy irónia benne. Szintén az ironikus ellenhatást is ironikus módon írtam meg. Ugye az ironikus ellenhatás micsoda? Egyébként ironic process, ez a nyugati pszichológiában egy fogalom. Én ezt nem process folyamatnak fordítom, hanem ellenhatásnak, hogy jobban ilyen didaktikusan szájbarágos legyek. Ez arról szól, hogy minél jobban akarunk valamit, annál inkább az ellenkezője fele tartunk. És ennek fokozatai vannak. Tehát ez a nagyon jól akarom érezni magam, a tuti, hogy szarul érzem magam. El akarok aludni, biztos, hogy nem tudok elaludni, másnap hullafáradt leszek, fönt kell maradjak, biztos, hogy állati álmos leszek, stb. Ezt mérik, egy Daniel Wegener nevű kísérleti pszichológus, ez szakpublikáció, de nem csak ő, erről szakpublikációk vannak, és akkor én ezt ilyen buddhista filozófiai tézisét teszem, azonosítom a dukhával, a szenvedés fogalmával, ugye, ami azt jelenti, hogy rosszul megy a kerék. Itt az előadásomban beszéltem is erről, és akkor ezt így kiterjesztem, és ezt én alapvetően egy vicces, szórakoztató, intellektuális kalandnak szánom, és van benne két régi, 15 évvel ezelőtti eszém, hát azok kicsit súlyosabbak. A témájuk izgalmas, szubjektív idő, örökkéval, belső halhatatlanság élménye, meg ilyesmik, akiket az ilyen izgalmas dolgok érdekelnek, azok szintén megtalálják benne. Amitől ez egyébként egyedi lehet, hogy hát így a buddhizmusról szerintem nagyon kevesen írtak, hogy álltak hozzá. Nem is tudom, hogy ez igazi buddhizmus-e. Már még abban sem vagyok biztos. A spiritus az pedig egy életmű összegző, mit tudom én, munka. Az életem legfontosabbnak és legbizarrabbnak tartott gondolatait gyűjtöttem abba bele. Ugye spiritus címet adtam, ami jelenti a szellemet is, jelenti az alkoholt is, jelenti a bátorságot is, átvitt érted, tehát metafor van benne spiritus, vagy tehát valami kraft, erő, inkább mint bátorság. Ja. És ugye van egy alcíme, hogy hermetika a 21. században. Ezt egyébként utána nagyon megszívtam ám, mert alapvetően ez egy filozófiai munka, és a hermetika szó miatt benyomták könyvtárakba, meg mit tudom én, könyvesboltokba az okkultizmushoz, az ezoterikához, semmi köze hozzá, egyetlen esszé nem szól, csak a hermetika miatt, mert hogy nem is gondoltam volna, hát ez egy antik, a neoplatonizmusra rokon filozófiai irányzat volt, ez pontosan spirituális irányzat, a reneszánsz hermetika az szintén egy nagyon fontos tényező, de mivel a 19.-20. században ilyen okkultista, meg króli, meg sátánisták, stb. Hermetikus rendeknek nevezték magukat, ezért nem is gondoltam erre, amikor ezt a címet adtam, én csak egy jópofa címet akartam adni, és meg is indoklom az először, hogy miért ezt a címet adtam, mert hogy ez egy szellemi minőség szerintem. Ezért benyomják az okkultizmushoz. Nem okkultista, ne azok vegyék. Azok is, mindenki vegye meg, jó? Tehát aki azt hisz, hogy okkultista, jó, be lesz csapva, de legalább megveszi. Aki pedig intellektuális, kalandros, bizarr és elgondolkoztató gondolatokra vágyik, az pláne vegye meg, úgyhogy ezt tudom ajánlani. És mivel az akarás nagyon ki van emelve a korszakunkban, így a céljainkon túl az abszolút egy találó kötet. Teljesen így van, és a Tibi atya a interneten azzal is reklámozta, senki meg ne vegye, mert mint a gombás fertőzés éri meg, mint tudom én, írt egy jó kis negatív reklámszöveget, tehát a tartalom és forma teljes egysége volt, így van. Ja. Nagyon szépen köszönöm az őszinte válaszokat, nekem nagyon sokat jelentett ez a beszélgetés, nagyon örülök, hogy a könyvtárunk vendége volt, és hogy meghallgathattuk az előadását. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, úgyhogy a legjobbakat mindenki.